Razziát tartott az ukrán rendőrség és a titkosszolgálat Kijevben, egy ezer éves ortodox keresztény kolostorban, Kethajnalban. Az épület az Ukrán Egyház Oroszország által támogatott szárnyának, a Moszkvai Patriarchátus Egyháznak a székhelye és az UNESCO világörökség része. Az ukrán titkosszolgálat közleménye szerint az akció az orosz különleges szolgálatok felforgató tevékenysége elleni művelet része volt. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov az eset kapcsán azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy már hosszú ideje háborúban áll az ortodoxiával, és katonai támadások sorát hajtotta végre az orosz ortodox egyházi létesítmények ellen. Ukrajnában a lakosság nagyjából egyharmada az ország fő ortodox egyházának tagja. A moszkvai patriarhátushoz az emberek 14 a tartozik. Májusban ez utóbbi is kinyilvánította a függetlenségét és elhatárolódott az orosz agressziót támogató moszkvai egyházfőtől, Kirill Pátriárkától.